Sziasztok, kedves kisbabák, Red Black vagyok, folytatódik videó interjú sorozatomban. Nagyon különleges vendégeket hoztunk ide a csodálatosan megújult stúdiónkba, aki nem más, mint... Ferenc Dániel vagyok, BDSM-ben érintett személy, és BDSM esemény szervező immár 6. éve. Én Ruzicska Zsóka vagyok. Én viszonylag frissen, még nincs egy éve, hogy csatlakoztam a magyar BDSM szubkultúra aktív világához. Előtte pedig már jó pár éven keresztül ez a négy fal között nálam történt, de ez a kinyílás, ez nagyjából egy éve történt meg, és hát a többit azt majd később. Mi a BDSM? Annak, aki nem tudja. Nem a szürke 50 árnyalata. A szürke 50 árnyalata az, amit a Zsókat azért jó, mert a nem BDSM-esekkel ez az első közös nevező. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a szürke 50 árnyalata csak rendesen. Tehát a szürke 50 árnyalata a cukormáz. Azt szerintem a betegebb vonal. Tehát amikor... A betegebb vonal? Igen, mert ott ugye valakinek van egy saját akarata, egy másik embernek is, és enyhére erőszakolás történik, és stalking. A BDSM az egy többszörös mozaik szó, ugye eredetileg a 1969-ig úgy hívták ezt, hogy SM, tehát szadizmus, mozaizmus és szadomozaizmus. 1969-ben valaki, órákon át googliztam, sose találtam meg, hogy ki, de valaki vagy valaki kitalálták ezt, hogy BDSM. A BD az a bondage, mint kötözés, a D az önmagában is ugye disziplin, tehát nevelés, fegyelmezés, idomítás. A DS az dominance submission, tehát uralkodás, alávetettség, és az SM az pedig szadizmus, mazoizmus, ami a DS az inkább az én értelmezésemben a lelki, pszichológiai részre megy rá, és az SM pedig a testi dolgokra, bár van, aki ezt is vitatja, például van, aki azt mondja, hogy ő lelki értelembe vett szadista. És akkor ezeket már így lehet boncolgatni, meg ilyen irányba, olyan irányba elvinni, tehát most így ezt röviden meg lehet fogalmazni, de a BDSM-re azt szoktam mondani, hogy ha már itt szürke 50 elnök, hogy a BDSM-nek végtelen árnyalata van, de így minimum 1000, tehát hogy ez az 50 az egy nagyon kicsi száma a valósághoz. Ez a többször csak összetett BDSM mozaik, szóval csak a legfontosabb szegmenseket fedi le, vagy... Igen, és ezeknek nem, tehát ez úgy képzeljük el, szerintem úgy lehet elképzelni, mondjuk egy fa. Tehát a BDSM az mondjuk jön a fa, a törzse, és elágazik, itt most, hogy mondtuk, annyi felé, és azoknak az ágaknak még van egy csomó kisebb ága. Ah. Tehát, hogy ez tök jól lefedi, csak nincsen benne az, hogy mondjuk az, hogy szubmisszív, az lehet az is, hogy valaki az age play-t szereti, lehet az is, hogy ő póni szeret lenni, lehet az is, hogy ő kutya szeret lenni, rengetegféle minden. Lehet, hogy mazoistennel is lehet, hogy ő mondjuk csak azt szereti, hogy a talpát elverik. Egy másik mazoista lehet, hogy csak azt szereti, ha a hátát verik el, de azt is csak bizonyos eszközzel. Ugye a fának az alaptörzse az lenne, hogy mindenképpen van egy dinamika a dologban, és mindenképp van valaki, aki irányítja mondjuk az egész szituációt. Tehát valakinél van a dominancia, valaki pedig az alárendelt, aki rábízza magát a másikra. Ugye az is egy nagyon érdekes kérdés BDSM témában, hogy ki az, aki irányít. Tehát rögtön rávágná az ember, hogy a domináns, persze. Viszont a szubmisszív, az alárendelt az, aki megadhatja a keretét, és elmondhatja, hogy én azt szeretem például, hogy a talpamat üsd, akkor nem egy jó domináns fél, aki elkezdi a tarkóját szívlapáttal. Tehát, hogy ketten határozzák meg mindig az egésznek a menetét. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ha van egy domináns fél, akkor ő fog mindent. Tök érdekes, hogy feltételes módot használtál, tehát, hogy megmondhatja. Ugye ez tök fontos, hogy a BDSM-ben van megegyezés, vagy kölcsönös, kölcsönös megegyezés. Tehát, hogyha például beszélünk egy összejövetelről, ahol szabad tér van arra, hogy játszunk valakivel, tehát valamiféle kis BDSM játékba bocsátkozunk, akkor ott az például sosem történhet úgy, hogy megegyezés nélkül bárkihez hozzáérek, vagy... Tehát még érinteni sem szabad? Megegyezés nélkül nem. Annyit hozzátennék, tehát hogyha mondjuk ismerjük egymást, És mondjuk a Zsóka játszik valakivel, és én szeretnék valami fontosat mondani neki, mert mit tudom én, hogy valaki ott áll melletted, vigyázz a korbáccsal, és mondjuk így rátesz a vállára a kezemet, és figyelmeztetem, az belefér. De az, hogy ő játszik, és mondjuk én úgy érzem, hogy hú, én is csatlakoznék, akkor
udvariasan, ha épp úgy áll a helyzet, és én úgy ítélem meg, hogy nem zavarom meg a játékot, akkor esetleg udvariasan hozzá lehet szólni, bár van, aki azt mondja, van olyan felfogás, hogy egyáltalán nem lehet hozzá szólni egy játékhoz, de ha pedig egyáltalán nem ismerem, akkor nem fogok oda menni, és azt mondani, hogy hú, én csatlakozni akarok, mert az nagyon udvariatlan. Egyébként egy ilyen csatlakozási szituációban is érdekes az, hogy milyen az alapvető felállás a domináns és a szubmisszív fél között. Tehát köztük lehet egy olyan megállapodás, hogy bevonhatsz valakit a játékba, mondja ezt az alárendelt, de mindenképp szólj nekem. Tehát valamiféleképpen, hiába mondjuk éppen valakit korbáccsal ütnek, akkor is a domináns félnek a felelőssége az, hogy ő kit enged be abba a játékba. Hogy előtte mit beszélt meg az alárendeltjével. Az összes létező BDSM játékban van domináns és szubmisszív fél? Van, viszont ugye van egy bizonyos címke, amit úgy nevezünk, hogy switch. Ugye ez hát kapcsolónak is lehet fordítani, aki mondjuk mindkét szerepben szeret lenni, és előfordulnak olyan játékok is, amikor a két fél között akár egy játék alatt is váltakoznak a szerepek. Említettem az előbb, hogy van az SM. Nekem az a tapasztalatom, hogy az SM-be, tehát a testi, kifejezetten a testi fájdalom befogadásába és okozásába, ez most a kemény fájdalmat értjük ez alatt, kevesebben vannak benne. Én ismerek olyan szadomazóban érdekelt embereket, akik ezt úgy élik meg, hogy ebben nincsen semmiféle domináns-szubmisszív interakció. Tehát úgy éli meg mondjuk a János, most ez a fiktív név, és a Júlia, hogy János elveri a Júliát, mert a Jánosnak az a jó, hogy ő fájdalmat okoz a Júliának, meg az a jó, hogy fájdalmat kap. Olyan értelemben lehet benne mondjuk a domináns szubmisszív, egy fordított értelemben. Én ismerek például több domináns mazó is. Tehát ez mit jelent? Akinek a párja a service top, ami meg a kiszolgáló szadistának szoktam fordítani. Az ugye maradjunk a talpverésnél, azt mondja a mazoista, hogy na akkor Jánoskám, te most 50-et rá fogsz verni a talpamra. És akkor a János megkérdezi esetleg, hogy és milyen erősséggel. Tehát van, amikor a mazoista a domináns, mert ugye a szubmisszív és a mazoista az nem szükségszerűen jár együtt. Mekkora a magyar BDSM közösség szerintetek? Lehet erről tudni? Több választ lehet adni. Tehát egyfelől lehet definiálni, hogy mi a közösség. Ugye alapvetően két félét szoktam, hogy van egy online aktív közösség, és van egy élőben is aktív közösség. Illetve az online-ban is nagyon sok, hát most nem akarok csúnya szót mondani, ez jut eszembe, kukkoló van. Aha. Tehát, hogy most azt is belevesszük el a közösségbe, aki, tehát definíció, aki csak nézi a blogokat, magához nyúl a képekre, stb., az is a közösség tagja, vagy csak az a közösség tagja, mondjuk online, aki mondjuk blogot ír, kommentel, csetel, valamit csinál. Ha online értelembe vesszük, aki mondjuk a lájkolókat is belevesszük, akik lájkolnak valamilyen tartalmat, hogy hozzászólnak, 5-600 ember lehet. Aki élőben pedig aktív, azt érte aktív alatt, aki legalább egy évben egy eseményre elmegy, és itt is külön lehet bontani, mert vannak, akik kifejezetten a fét is szeretik, van, akik a BDSM-et, ezek pedig össze is mosódhatnak, de most csak a BDSM-et nézzük, akkor szerintem ez körülbelül 300 fő, eléggé sajnos vízfejű az ország. Tehát én beszéltem pécsiekkel, alföldiekkel, miskolciakkal, kecskemétiekkel, szegediekkel. Mondjuk Debrecenben is sok BDSM-es van, Miskolcon is, Pécsen is, de nem mernek helyi dolgokat szervezni, mert hogy félnek, hogy mi lesz, hogyha a szomszéd Gizi ezt megtudja. De mondjuk szomszéd Gizi úgy tudhatja meg, ha ő is benne van, de hogy van ez a félelem. Tehát van az a vidéki, aki eljön Budapestre, vagy esetleg elmegy külföldre, és van az, aki meg nem, és szerintem ebből is adódik többek között, hogy csak 300 az aktív. A sokkolóban kevésnek hozik ez a szám. Közben gondolkodtam el, nagyjából egyébként, hát nincs még egy hónapja, február 1-én az egyik közösségi oldalon változtattam meg a profilomban a leírást, egy olyan módon, hogy én most aktívan keresek alárendeltet, szolgát, illetve mazoistát. És egy elég részletes leírást írtam, hogy miknek kell megfelelni. Korhatárt is állítottam, tehát nagyon, nagyon sokféle szűrőt beállítottam, és
azt hiszem talán az első három napban egy olyan 60-70 üzenetet kaptam, és azóta is még egyszer körülbelül ennyit. Tehát, hogy én azt nézem, hogy ezen a területen az elmúlt 21 napban mondjuk 120 ember írt nekem, és ki az, aki mondjuk vette a bátorságot, hogy írjon, vagy egyáltalán én érdeklem, tehát hogy én úgy gondolom, hogy ez az online közösség, ez sokkal nagyobb lehet, vagy sokkal több lehet azoknak a száma, akik fent vannak akár egy BDSM partnerkereső, párkereső, vagy ismerkedő oldalon, akik tényleg csak a, úgymond egy-egy embert megkeresnek. Tehát amit mondott Dani, hogy mekkora az a közösség, akik lájkolnak, blogolnak, vagy esetleg egy rendezvényre összejönnek, az tényleg kisebb, viszont az, aki szerintem Magyarországon vagy akár Budapesten érdeklődik a BDSM iránt, és már lépéseket is tesz, hogy ismerkedjen BDSM vonalon, az szerintem sokkal több. Nem degradálóan, de azt gondolom, hogy azért, mert valaki BDSM-es partnert keres, vagy uram, bocsán, mondjuk fizetős dominához jár, vagy ő maga fizetős domina, attól szükségszerűen még nem lesz a közösség tagja. Mondok egy példát, egy külföldi példát, például a Headmistress Shahrazad, van egy vezető domina külföld, aki egy stúdiónak a főnöke, ő volt itt Magyarországon többször is előadni, például a Magyar BDSM konferencián, és ő például a kanadai, torontói közösségbe lejár előadásokra, stb., és nem csak annyiban merül ki, hogy ő a vendéget eldáldázza, stb. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy az én közösség felfogásom túl szigorú, de az én értelmezésemben, és attól nem lesz valaki kevesebb, hogy nem tagja a közösségnek, de azért, mert írt a Zsókának, vagy elmegy a Lady Gips Jakabhoz, jó, az nem női, mindegy, Jakobinához, attól ő nem lesz a közösség tagja, de ettől én nem értékelem le őt, csak számomra ő attól, és a dominanssal a közösség tagja attól, hogy ő fogad vendégeket, az én értelmezésem. Másképp teszem fel a kérdést. Szerintetek Magyarországon hány ember érdeklődhet BDSM témák iránt? Több kutatást olvastam, ezzel kapcsolatban külföldi, sajnos Magyarországon még nem volt ilyen, hogy hányan szerethetik a BDSM-t, most definíció függ, ez is, hogy mi a BDSM, de most nem menjünk bele ebbe. A legszerényebb becslés az 1-2%. Ez az egyik számítás, hogy Magyarországon az 100-200 ezer ember. A másik pedig, amit mostanában ötött fel bennem, hogy rákerestem arra, hogy mekkora bevétel a szexjátékokból, mert ez is egy jó információ lehet arra, hogy vajon hány kinki ember, most a kinkit én magyarra szexhuncuknak szoktam fordítani. Jó, az a szó, hogy szexhuncut. Ezt egy újságíróval közösen találtuk ki ilyen huncutot, mondta, hogy megelétette, hogy szex, tehát ez a szexhuncut. Ma is tanultatok, kedves nézők, valamit. Tehát, én azt gondolom ezekből az eladási adatokból is, mondjuk konkrétan Magyarországit nem láttam, de azt gondolom, hogy Magyarországon, ha még szerényen is számítunk, minimum 10-20 ezer ember ebbe érintett lehet, de ugye az előbb beszéltünk arra, és én beszéltem előbb a vidéki városokban, és nem is beszéltünk falvak, községek, tehát mondjuk Solymáron. Én ismerek Solymáron egyébként azt magamon kívül 4 vagy 5 BDSM-es embert. És ez az, aki ugye nyíltan, legalábbis az, aki nyíltan. Mert megéli azt, hogy a másik fele az, hogy hány ember az, akit úgy érdekel, hogy tényleg otthon a 4 fal közt, mondjuk klasszikusan fél és feleség, igen, és jól elverik egymást. Vagy mit tudom. Ebbe segíthetnek ezek az adatok, hogy mennyi szexjátékot vásárolnak az emberek. De egyébként valamihez meg nem is kell játék. Tehát az, hogy most valaki egy szerepjátékot játszon a kedvesével, vagy néha történjen egy folytogatás, egy bilincshasználat, egy valami, tehát hogy ahhoz még nem is kell. A bilincshez pont kell. Jó. Értem, nem, olyan eszközt mondok, hogy nem kell semmiféle, vagy akkor azt mondom, hogy kötözés, tehát egy konyharuhába kikötözöd. Vagy megharapod, megharmolod, stb. Nagyon sok mindent lehet úgy csinálni BDSM vonalon, hogy nem kell bemenned egy 3 emeletes szexshopba. Szexuálisan aktív éveimnek nagyon-nagyon nagy hányadában ez tényleg nekem 4 fal között történt, és nem is mertem remélni, hogy Magyarországon van egy ilyen szubkultúra, tehát amikor én ebben az egészben megérkeztem, egy ismerősöm elmerült fel, és ő mondta, hogy hát szoktak lenni beszélgetések, ilyen máncsok, meg szoktak lenni playpartik, és úristenem, miért nem kerestem rá? Tehát bennem meg se fordult, hogy rajtam kívül tényleg ennyi embert érdekelhet Magyarországon, ha a BDSM. Nem kell, és nem lesz kevesebb attól valaki, hogyha nincs benne a közösségben. Azért
tud jó lenni egy ilyen közösség, szakmai értelemben tehát az adott embernek egy, mert vannak tapasztaltabbak, akiktől lehet bizonyos dolgokat tanulni, ami a biztonságot illeti, tehát nem azt, hogy te azt szereted, tehát nem az ízlés formálás, bár abban is segíthet, de az, hogy biztonságosabb legyen, amit játszatok, mert a BDSM az potenciálisan veszélyes lehet, mint a lovaglás is, vagy a síelés, tehát mondhatjuk, hogy ez egy szexuális extrém sport, ha úgy tetszik, ezért jó, ha biztonságosan űzünk. Amit jó tanulni is, ez így van, szerint, igen. Így van, és a másik pedig, hogy workshopok, képzések, stb. Abból is kimarad az, ami természetesen szíve joga, én a tudásra nagy hangsúlyt fektetek, és azt mondja, lehet, hogy valakiben megvan a szadista ösztön, ami nem baj, de hogyha úgy forgatja a pálcát vagy a korbácsot, ezzel akár együttéssel lehet maradandó külső rendelmi nyomot okozni, akkor aznak nem biztos, hogy a kedvese örülni fog, mert a maradandó nyom okozás, külsérelmi, az is csak kölcsönös beleegyezés alapján lehet. Tehát ezért gondolom, hogy ilyen előnye például van annak, ha valaki a közösségbe jár, de nem kötelező nyilván. És aki, tegyük fel, van egy érdeklődő pár, aki szeretné bővíteni a tudását, vagy szeretne hasonszörű embereket találkozni, mit tud csinálni? Hova tud menni, hova tud keresni, mik az első lépések? Én első lépésnek azt javasolnám, Google a barátunk, tehát hogy azért nagyon sok minden fent van, hogyha a Google-ben elkeresünk. Ugye a legtöbben szokták használni, itt nem tudom, hogy most említhetek-e kifejezetten oldalokat. Van az SMPX, ez a magyar közösségi oldal, igazából ezt legtöbben használják. Profilképet lehet feltölteni, nagyon sokan nem szoktak, tehát hogy egy ilyen kis by default tündérke van, tehát hogy de egyébként lehet olyan mappát csinálni, ahol feltölthetsz képeket, és meghatározod, hogy kivel osztod meg, tehát ez is lehetőség. Vagy netes képet is feltölthetsz profilképnek. Rengetegen csinálják egyébként azt is, meg én azt szeretem, amikor egy ilyen naplemente, vagy egy kis virág, tehát hogy... tehát hogy ott nagyon sok mindent be lehet állítani, okay. Azt, hogy ugye mennyi idős vagy, hány kiló vagy, mit keresel, milyen beállítottságú vagy, egyébként BDSM vonalon kívül is, milyen nyelveket beszélsz, milyen filmeket szeretsz nézni, milyen zenét hallgatsz, stb. És ezen az oldalon lehet apró hirdetéseket feladni, ezen az oldalon látszódik az is, hogy milyen rendezvények lesznek. Aha. Tehát ott szépen neked időrend is sorrendben rakja, hogy mik lesznek, látod, hogy ki a szervező, rá lehet írni, meg lehet kérdezni. A másik oldal, amit tudok javasolni, hogyha valaki beszél angolul, és egy picit szeretné a látókörét bővíteni, ez a FetLife. Ez pedig olyan, mint elvel egy... írva, mert sokan megkérdezik, hogy dagadt élet. De nem, ez nem vicc, sokan nem, megkérdezik, elvel, mint fét is. Elvel, mint fet. Fétis élet. Mint fétis élet, ez olyan, mint az arckönyv, tehát hogy ez olyan, mint a Facebook. Tehát ez olyan, mint egy Facebook, tényleg ott is lehet megosztani posztokat, képeket töltesz fel, beszélgetsz emberekkel. Ott is, ott egy iszonyatosan hosszú lista van arról, hogy milyen típusú fétisek lehetnek. Én ott például kifejezetten szeretek nézelődni. És ott megadsz saját fétist is. És saját fétist meg tudsz adni. Tehát ott például fétisnek be lehet állítani XY-nak a... nem tudom, fűcímpáját, tehát, hogy ilyen saját fétiseket be lehet ott állítani. Ott egyébként szerintem eléggé komoly dolgokat is tud tanulni az ember, és tud nézelődni, olvasgatni. Ott is fent vannak az események, tehát ott ugye térképszerűen is rá lehet menni, és hát Magyarországon, ugye, amit említettünk is, hogy Budapesten szoktak lenni ilyen rendezvények, de pont az egyik barátnőm volt kint Amerikában, és akkor küldte a screenshotot róla, hogy úristen, nézzétek, mennyi minden történik itt, és nem is tudom, melyik területen volt, hanem hát ilyen délnyugat környékén, és túlzás nélkül mondom, hogy egy 25 kilométeres körzetben vagy 40 esemény volt. Tehát ott az is látszik, hogy... Ez a kiforrottabb a közösség. Igen. És ha valaki az online téren túl akar, akkor hol tud menni? Kihez tud fordulni? Ha picit félénkebb, akkor elsősorban azt javasolnám, hogy egy máncsra jöjjön el. Mi a máncs? A máncs az egy abszolút kötetlen, nem dresszkódos, beszélgetős esemény, ahol akár mint most így ülünk, beszélgetünk, meg lehet kérdezni másiktól, hogy fiú, te mióta tudod, hogy így tetszik a BDSM, vagy miket szoktál. BDSM coming out, de fordítva. Igen, de nem is muszáj coming out-olni, tehát ott meg lehet hallgatni, tehát lehet beszélgetni emberekkel, és nem is feltétlenül csak BDSM-ről. Bármiről. Nagyon sokszor szoktak oda egyébként külföldiek is jönni, tehát ugye a FetLife-on is fent van ez az esemény, és akkor, hogyha valaki mondjuk ide látogat, egy hétig, két hétig itt van, és pont egy kinki emberről van szó, akkor elő szokott fordulni, hogy mit tudom én, tényleg Amerikából, Japánból, Angliából, nem is tudom, minden egyes havi eseményen legalább egy külföldi volt, hogyha jól emlékszem.
Tehát ezt javasolnám első körben. Ha van, csak akkor egy könnyedebb kezdőrendezvény. Egy abszolút könnyed, tehát hogy ott iszogatjuk a kis kólánkat, nem tudom, kapucsinó, ki mit szeretne, és akkor beszélünk. Vagy akár sör. Igen, vagy akár sör, tehát ott nincsen belépő, ott mondom, nincsen dress code, nincs megkötve, hogy mikor érkezel, meddig maradsz, semmi. Uh-huh. Ez egy szombatonként szokott egyébként lenni, később délutántól estig. Milyen rendszerességgel? Budapestről van, ugye? Havonta szokott lenni. Második lépésnek talán azt mondanám, de az is lett az első lépés valakinek, hogyha éppen szeretné. Dani szokott szervezni havonta az úgynevezett Dani bulikat. Ez most már egy eseménytípus. Ez is havonta szokott lenni. Itt már azért ugye van játék, van belépő, egy workshoppal szokott kezdődni, tehát több információt kaphat az ember, többen is szoktunk lenni. Éjfélkor előadás, tombola. Még az előadás, mint fellépés. Mint fellépés, igen. Tehát egy hát nem, az elején nem, van a műsor, és van egy műsor. Igen, van egy műsor. És aztán tombola. Tehát, hogyha például valaki azt mondja, hogy őt érdekli a BDSM, és szeretné is megnézni, hogy mondjuk egy korbács az így, hogy néz ki, meg tudja fogni, ki tudja próbálni esetleg, vagy megnézni, hogy mások hogyan használják, akkor ezt a máncsó mondjuk nem fogja megtenni, mert ott senki nem szokott senkivel játszani. Ott beszélgetünk róla. Ki is próbálható. És ha valaki edukálni akarja magát, vagy tájékozódni akar tanulni, akkor mit tud csinálni? Én azt gondolom, hogy a Google és a YouTube az egy nagyon jó kezdő dolog tud lenni. Itt sokan, és én most őszinte lesz, megint bocsánat, ha elsértek valakit, elkezdenek hisztizni, hogy de hát én nem tudok angolul. És akkor itt fel is felül egy próbálkozók, hogy de hát Danikám, te tudsz, akkor fordíts már le ezt a 100 oldalt. Tehát tényleg van olyan, aki azt elvárná. Én egyébként társadalmi munkában többször lefordítottam már angol szövegeket, ingyen és bérmentve a közösségnek. Tehát itt kezdődik egy probléma. Magyar szövegek ritkán elérhetők. Nekem többször volt olyan, hogy rákerestem valamire, és csak a saját írásomat dobta ki a Google magyarul. Tehát nagy előny, ha valaki tud angolul, esetleg németül, spanyolul, más európai vagy akár keleti nyelveken, és akkor a Google és a YouTube az egy jó kezdő dolog tud lenni. Bocsánat, hogy itt közbevágok, tehát a Google Translate-ben nem mindig érdemes bízni. Nem is arra utaltam, csak ezt azért mondom, hogyha valaki mondjuk egy angol szakirodalmat talál mondjuk BDSM témában, és szépen a Google Translate-be bemásolja azt a cikket, ugye ez egy annyira speciális nyelvezet, hogy igen. Teljesen más fog kijönni, és pont egyébként múlt héten vagy két héttel ezelőtt néztünk egy filmet, angol nyelvű feliratot. A Dogs Don't Wear Pants. Igen, és alatt a magyarul. És egy olyan félrefordítás volt benne a legütősebb rész közben, hogy én majdnem felsikítottam a nézőt. Igen, és az emegyedések egyébként És például annál a filmnél, a fordításnál, én mondtam is a szervezőknek, mert utána egy rövid beszélgetés volt ott az egyik szervezővel és velem. Figyelj, mondjuk azt, hogy dominatrix, az magyarul domina. És mondom, ez még a legenyhébb hiba volt, ez volt a legenyhébb, hogy nem sikerült magyarra átrakni, de sokféle fordítás. A strap-ont fordították konkrétan, nem is tudom, tehát ugye az a felcsatolható. És azt, műpénész tegyük igen, hozzá. Igen, és azt valami kikötözésnek. Kiszíjazásnak. Hát végül is felszíjazott a strap-on, de hogy magyarul nem úgy hívjuk. Igen, tehát hogy annyi kellett volna, hogy valaki átnézze ezt a feliratot. Bocsánat, visszatérve a kérdéset, az, hogy Google és YouTube, én angolos vagyok, de szerintem németül is, vagy franciául, egyéb sokak által beszélt nyelven is lehet találni dolgokat, hogyha Magyarországon valaki kifejezetten workshopra akar menni. Van egy fiatalember, aki szokott kötözéses workshopokat tartani, illetve a mi buliaink előtt szokott lenni mindig egy workshop. Ez volt már BDSM és család, BDSM és jog, mi a BDSM, mi a női dominancia, tehát mindig szokott lenni. Mire van szó a BDSM és család workshopon? Te ott voltál azon? Én ott voltam. BDSM és a család, hogyha jól emlékszem, akkor inkább egy ilyen előadás, kicsit beszélgetés, bátmenő dolog volt, és ott a mennyire vállalod fel önmagad, és hogyha a gyerekek megtalálják a játékszereket is felmerült. Aha. Meg ugye BDSM-en előfordulhat az, hogy nyomok maradnak az emberen, tehát egy harapásnyom vagy valami, hogy ezt hogyan kezeled, vagy hogyan beszéled meg a partnereddel, hogy lehessen, ne lehessen. Egyáltalán, tehát mennyire lehet a BDSM éned,
összeegyeztethető a család. Igen, tehát, igen. Hadd mondjak egy példát, tehát nyilván, vagy én azt gondolom, hogyha egy meleg párnak van gyereke, akkor ott is fölmerülnek ilyen kérdések, hogy most a gyerek, tehát ott az egy kicsit nyilvánvaló, hogy a gyerek mondjuk látja, hogy másnál van egy biológiailag nő és egy biológiailag férfi, akkor a gyerek ott nyilván lesznek kérdései. Míg a BDSM-ben ezt meg kell hozni a szülőnek azt a döntést, hogy én ezt elmondom el, ha elmondom, akkor hány éves lehet a gyereke, amikor elmondom. Tehát azért hoztam ezt be párhuzamnak, hogy szerintem ilyen szempontból a melegeknek egyszerűbb lehet, mert a gyereknek fel fog tűnni, a BDSM-es szülőknél pedig ez nehéz, hogy most eltitkoljam, meddig titkoljam el, mi van, ha meghallja, mit fognak szólni, megtalálja, meglátja a nyomot, tehát hogy ilyen szempontból nincs egy ilyen explicit egyenes útja annak, hogy na akkor a gyerek 10 évesen már érett, és akkor elmondom. Egyébként erre van egy nagyon kis cuki történetem, egyik barátnőmnek van két kislánya, a vadáskorúak mind a ketten, és egyébként hát egy ilyen kicsit érzéki vonalat képvisel, tehát ilyen nagyon durva eszközöket én még nála nem láttam otthon, de van a Decathlonból egy lovaglópálca, de egy olyan lovaglópálca, aminek a végén egy ilyen kis rózsaszín csillag van. És megtalálták a lányok, és megkérdezték, hogy anya, neked miért van barátpálca? Miért van barátpálca? És hát akkor jött a pókerarc, és akkor hát, hogy olyan a szokott varázsolni. De hogy például ez egy olyan dolog, hogy tehát nem tudom, hogy ki hogy van vele, a gyerekek szoktak turkálni a felnőttek cuccai közt, ez tény. Meg akár karácsony ajándékot keres, ezt keres, azt keres. Én a mai napig kristálytisztán emlékszem a pillanatra, amikor édesanyámnak a vibrátorát megtaláltam a fehér neműs fiókjában, mert hogy egyébként azt nézegettem, hogy hú, anyunak milyen melltartói vannak. És akkor egyszer csak... Szóval, hogy de választhatja valaki, persze, azt, hogy úgy bezárja, mit tudom, igen, én, olyan helység, stb., ahol... Tehát, ahol gyerek nem tud bejutni, igen. Lehet így is. Persze, tehát ezt meg lehet oldani, de például a BDSM és a család témakörben erről van szó. Emlé, felemlítetted a meleg közösség, vagy a melegeket. Mi a helyzet a melegek és a BDSM kapcsolatával? Ez úgymond szívügyem, mert... sokan, mint hogy az, hogy filozófus vagyok, azt se tudják hová tenni, hogy azt se tudják sokan hová tenni, hogy én heteroflexibilis vagyok, ugye az azt jelenti, én úgy szoktam fordítani magyarra, hogy rugalmas hetero, aki inkább az ellenkező nemhez vonzódik, de azért bizonyos dolgokat a saját nemével is szeretném, főleg a BDSM-et szeretem megélni férfiakkal is. Okay. És ebből adódik, hogy nekem ez egy szívügyem az is, hogy a melegek ebben jobban be legyenek vonódva. Mert most nincsenek? És pont az, amit a Zsóka mondott, hogy sokan nem tudnak róla. Ugyanúgy sok meleg, nem tudom, és konkrét példát hadd mondjak, ugye minden évben idén lesz 5-5 évvel a Magyar BDSM konferencia, hogy szervezünk. Van egy izraeli úriember, Zsóka, szerintem te láttad a konferenci szemüveges, szálkás, Izraelből sokan jönnek egyébként. Na, és ő például az első konferencián, amikor itt volt, az a második konferencia volt, 2017-ben, a Fat Life, említett nem dagadt élet, hanem fét is élet volt, ezt ki kell hangsúlyozni. Oda beírta a konferenciának, van egy külön fóruma a Fat Life-on, és oda beírta kétségbeesve, hogy ugye lesznek más melegek is. Akkor meg volt a jegye, minden. És akkor ott nyugtatgattam, hogy ne aggódj, több amerikai előadó is lesz, aki meleg, stb. És azóta, tehát megvolt az első ugye félelem, és megvolt az első tapasztalata, ahol ilyen meg olyan játékok, nem fogok belemenni, és itt volt a másodikon, ugye amikor aggódott, itt volt a harmadikon, itt volt a negyediken, és most már megvannak azok az úgymond budapesti játszópartnerei, akik más országból idejönnek, és én 90%-ig biztos vagyok, hogy most is fog jönni. De még ő is aggódott, és akkor egy helyi ember még jobban aggódik, és ezért nem jön le egy csomó meleg, mert azt mondja, hogy mi lesz, ha én vagyok az egyetlen meleg. Mostanában az utóbbi fél év, egy évben már tényleg örömmel tölt el, hogy jellemzően egy-két-három meleg vagy biszex úriember szokott lenni a buliainkon, ami azért is érdekes,
Mert a kezdetektől fogva a travik viszont rendszeresen ott vannak. Tehát mintha számukra ez egy magától értetődő dolog lenne. Annyira nem értek az LMBTQ közösséghez, hogy ezt értsem, hogy miért. Úgyhogy... Én egyébként LMBTQI tag vagyok, én biszexuális vagyok, abszolút, tehát, hogy ilyen teljesen, teljesen középúton egyik irányban sem jobban, néha időszakos dolgok vannak. Én egyébként azt látom, hogy Magyarországon egy nagyon-nagyon erős és összetartó férfi meleg közösség van. Tehát, hogy tényleg egy baromi jó közösség van, és nem feltétlen merül fel az az igény, hogy még valahova becsatlakozzanak, vagy még valamilyen típusú buliba eljárjanak, mert hogy legtöbben a barátaim közül is, akik aktív meleg közösségi tagok, tök jól el vannak ebben a közegben. Amit érdemes észben tartani az, hogy tényleg ezeken a BDSM bulikon, playpartikon, workshopokon, akármilyen összejöveteleken iszonyatosan elfogadó mindenki. Tehát én amikor legelső alkalommal lent voltam, túlzás nélkül azt mondom, hogy így hazaérkeztem, mert az, hogy a legfiatalabb ember szerintem maximum 20 év körüli, igen, és a legidősebb az mondjuk lehet, hogy 65 éves volt, aki ott volt, és van, aki egy szál rózsaszín tangában, van, aki tiszta latexbe öltözve, van, aki kutyának, pódinak, van, aki mesztelenül, van, aki ilyen hajjal, olyan sminkkel, tehát, hogy az, hogy ki hány éves és hogy néz ki, és milyen preferenciája van, baromira nem számít. A buli kultúrában viszont, amit egyébként pont így meleg barátaimmal megbeszéltem még, az egy nagyon nagy különbség, hogy ugye ebben a közegben, ahogy azt mondtuk az elén is a beszélgetésnek, ugye mindenhez beleegyezést kell adni. Tehát itt nem nagyon van olyan, egyszer fordult elő velem, hogy mondjuk ráhúztak a fenekemre, nagyon szigorú tekintettel néztem az illetőre, amikor megfordultam. Tehát, hogy ez a típusú ilyen kis ismerkedős vonal, ami mondjuk az LMBTQ társaságban jobban megvan, vagy mondjuk az, hogy szelfizgetünk egyet, vagy ide posztoljuk, meg oda tesszük fel, az itt nincs meg. Tehát ezeken az összejöveteleken csak az ottani hivatalos fotós, ha van éppen, ő készíthet képeket. Emlékszem egyébként a legelső bulin, amikor lent voltam, akkor mondta is Dani, hogy mik a szabályok, tehát hogy nem fotózunk, de ezt annyivel kiegészíteném, hogy fotózni akkor lehet, ha valaki beleegyezését adja, és a háttérben senki nem látszik. Tehát, hogyha most itt vagyunk, most ez a buli helyszíne, és itt így van a zsóka, és mögötte nem áll senki, akkor lefotózhatom. De ha mögötte ott áll valaki, akár kutyamaszkban, de a kutyamaszkos ember nem adott engedélyt, akkor nem fotózhatom le. Bocsánat. Igen, tehát, hogy ez azért szerintem egy kicsit más. Szóval és most úgy érzed egyébként, hogy a meleg közösség egy picit már nyitottabb a BDSM iránt? Vagy megélik, vagy te mondtad, megélik otthon a saját közösségben ezt? Nem, én úgy érzem, hogy egyébként van igény erre, hiszen én láttam, hogy a Ryan-nel is készítettél interjút, és mintha abba fölmerült volna ez. Van igény a meleg közösségbe is, csak szerintem sokaknál tényleg ez van, mint az izraeli úriembernél, hogy azt mondják, hogy hát mi lesz, ha én leszek az egyetlen meleg. Sok, tehát ugye bulinként 2-3 meleg ember, ahhoz képest, hogy évekig nulla volt ez az arány. Ami szerintem sokkal izgalmasabb, az a leszbikus közösség, sose fogom elfelejteni. 2016-ban volt, én úgy tudom, nekem azt mondták, hogy az első LMBTQ plusz és BDSM workshop egyben. Nekem azt mondták, hogy az első, és engem is meghívtak oda beszélgető partner. És sose felejtem el, hogy felemás élmény volt, mert én úgy éreztem, hogy a közönség tagjai közül sokan, hogy mondjam, kisé vehemesen nyilvánultak meg. Köztük egy leszbikus hölgy, aki azt szegezte nekem, tehát egy férfinak, és mindjárt meglátszik, hogy mi az ellentmondás, hogy miért nincsenek leszbikusoknak BDSM bulik, ahol csak nők vehetnek részt. Ami még jogos is lenne ez az igény, tegyük fel, de egy férfinak ezt a kérdést szegezni, én ezt úgy értelmeztem, hogy te, Ferenc Dani, mint férfi, most mindegy, hogy én meleg vagyok, vagy heteroflexis, de mint férfi, szervezzél nekünk, leszbikus nőknek egy bulit. És hogy ez számomra egy olyan logikai érthetetlenség volt. Ez kicsit a fordítva ülés a lovon esetben. Igen, én mondjuk simán visszakérdeztem volna, hogy te miért nem szerveztél eddig. Úgyhogy ami számomra egy izgalmas kérdés, mármint úgy izgalmas, hogy szakmailag, mert nem vagyok nő, nem vagyok leszbikus, sem így ebből adódóan,
hogy mi a helyzet kifejezetten a leszbikus közösséggel, vagy azokkal a hölgyekkel, akik biszexuálisak, de szeretnének ilyen csak női. Tehát, hogy erről ezen az egy érdekes kérdésen kívül én nem hallottam semmit. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami? Én azon gondolkodom, hogy amíg aktívabban mozogtam leszbikus és biszexuális körökben, nem igazán ismertem olyat, akiben felmerült volna az igény, hogy kifejezetten ilyen típusú bulik legyenek. Illetve amit az előbb mondtam, hogy ez az elfogadás, hogy tényleg elfogadunk mindent és mindenkit, és nem tudom, tehát én azt érzem, hogy bennem sem merülne fel az az igény, hogy akkor ma csak ezek legyenek lent, ma csak azok legyenek lent. Ha felmerül az igény, akkor megszervezem magamnak. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan estét szeretnék, a 100 korbács estéjét, ahol semmi más eszköz nincsen, csak a korbács, és nekem lenne hozzatok egy pálcát, meg egy, mit tudom, bármi mást, akkor ezt megszervezem magamnak. Elfogadást és a befogadást említettitek. Tényleg ekkora nagy az elfogadás, és ekkora az őszinteség? Vagy azért vannak töréspontok? Ember eltér a vélemény. Hogyha egy-egy buliról beszélünk, tehát arról, hogy egy eseményen, akik ott vannak, mennyire fogadják el egymást, én azt mondom, hogy tényleg 100%-os. Szintén az első buliról egy élményem, odajött hozzám egy fiú, és azt mondta, hogy igazából nálam most van egy felcsatolható, és nagyon szimpatikus vagyok neki, és örülne, hogyha én őt most a felcsatolhatóval illetném, megjátszanám őt vele. És mondtam, hogy hát köszönöm szépen, én ezzel a lehetőséggel most nem érnék, mert nem az esetem. És nem az volt, mint ami egy átlagos, hetero, klasszikus vanilla bulin, hogy na, igyál még egyet, jó lesz az, meg na, legyen. Tehát nem volt ilyen nyomás semmilyen mértékben, hanem mosolygott egyet, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, legyen nagyon szép estét. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem akár a visszautasítást, vagy akár az érdeklődést sokkal szofisztikáltabban viseli, és intézi mindenki, mint egy klasszikus bulin. Ezzel szemben te azt gondolod, hogy? Volt például egy olyan kedves ismerősünk, Zsóka is ismeri, aki egy nagyon izgalmas irányvonalat képvisel, az úgynevezett antró. Úgy szeret állatnak, ha jól értem, beöltözni, kifesteni magát, hogy közben látszódjon, hogy ő ember. Például egy másik bulira, ő újságolta nekem, hogy előre szólt neki a szervező, nem mondom, hogy melyik buli, nem akarok senkiről rosszat mondani, csak hogy a Zsókát kiegészítsem, meg ellent mondja, hogy ő a szokásos állat jelmezébe, amit szerintem mindannyian, akik ismerjük ezt az úriember, meg tudunk erősíteni, ez kifejezetten minőségi, ő maga csinálja, ezt testsminknek hívják? Hát, testfestés. Testfestést, a ruhát nagyon igényes, stb. És neki azt mondták, hogy ne haragudj, de így te nem jöhetsz be a bulira. Ez az egyik, a másik pedig én ugye a hatodik éve szervezek eseményeket, és a Zsóka is volt már ilyen tisztségben, amit most nem említett, ezt a fogat, ez a Dungeon Monitor, vagy Dungeon Master és Mistress, ha genderizálni akarjuk. Ez ugye gyakorlatilag a teremfelügyelő, vagy ha szó szerint akarjuk fordítani, kínzókamra felügyelő, és erre pont azért van szükség, mert azért elő szokott sajnos fordulni egyszer-egyszer, hogy valaki túl sokat iszik, rácsap a seggére, stb. És tehát mindent nem fogadunk el, nagyon liberális, nagyon elfogadó a társaság, de a gyűlölködést, az ittas játékot, a szerhasználat utáni játékot, stb. Az engedély nélküli fotózás, tehát azért vannak olyan dolgok, amik... De teljesen világos, ez a szabályrendszernek a része. Igen, de ezt egy kezdő, aki a négy fal közül csöppen oda, mondjuk, neki nem biztos, hogy ezek magától értetődőek. Tehát ezt esetleg érezhetik kirekesztőnek, ugye? Hogyha mondjuk valaki vagy furának, hogy ez most itt miért van. Már többször említetted a konferenciát, erről mesélnél egy picit, mert ez egy érdekes dolog, és a legutóbb én is ott voltam, és szerintem tök izgalmas volt, és én is outsiderként mentem oda elsőnek, és tök jó dolog volt. Miért? Mik ezek a konferenciák? 2014-ben voltam először egy római BDSM konferencián, nem 15-ben, és akkor egy kedves barátommal, egy hölgy barátommal, és akkor mondta, hogy hát ilyet itthon is kell csinálni. BDSM konferenciának az a lényege, hogy van egy modell, amit úgy lehet, hogy Európában több helyen is így csinálnak. Most vagyunk majd Dániába, meghívtak engem előadni, és a Zsóka is fog jönni, mint vendég, illetve a barátom, és ott is ez lesz.
de ami a római modell úgymond, hogy napközben workshopok vannak, korbácsolásról, félelemjátékról, anális játékokról, here és kukikínzásról, mindenféléről, és este pedig úgynevezett play party, ahol a tanultakat, vagy a már korábban tudott dolgokat is lehet kamatoztatni, illetve kipróbálni, illetve vannak fellépések is, például most Dániában lesz egy angol úriember, a Leather Comic, tehát bőr képregény magyarosan. Itt volt Budapesten. Igen, itt volt Budapesten, és azért mondtam, hogy nálunk is tartott egy stand-upot, és nézem a dán előadókat, Leather Comic, és ott is fog egy ilyen kinky, egy ilyen szexhuncut stand-upot csinálni. Tehát röviden ez, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó és hasznos dolog, és általában akik eljönnek, ez tényleg az egész csomagot éri meg egybe, mert ha valaki csak az előadásokra jön, akkor ugye megtanulhat egy csomó elméletet, vagy esetleg láthatja is, hogy hogy történik egy korbácsolás, stb. De az, amikor egy bulin azt látod, hogy egy izraeli meleg srác ott erényövbe sétáltat egy amerikai, a strongman, azt hogy fordítanánk, ilyen erőember, tehát ilyen erőember szjútba és műbajusszal sétáltat valaki, miközben egy másik ember talpat nyar, a harmadikat megkötözik. Ez, ha viszont csak ezt önmagába látod, és napközben nem voltak meg az előadások, ugye az egyik fél, a másik fél, ha te viszont ott voltál napközben az előadáson, és látod azt, hogy aki napközben komolyan előadott, az este meg átmegy mondjuk kutyába, ez szó szerint kutyamasz, stb., az adja meg a teljes képet. Én úgy gondolom. Ami egyébként nekem nagyon érdekes volt, hogy a tavalyi konferencián voltam először, én ott mint önkéntes tanács vettem részt. Elvettem kívülni egyébként, mondtad, hogy a magyar meg az angol nyelv nehézsége. Igen, tehát a konferencián egyébként itthon is ugye minden előadás angol nyelven történik, és magyarra történik a fordítás. Kivéve, ha magyar az előadó. Tehát ön is volt, hogy magyar volt az előadó, és angol nyelven történt a fordítás. És egyébként a dán konferencián is megerősítette nekem a szervező, hogy ott is minden angolul fog történni, és akinek szüksége van, annak pedig biztosítanak ugye ott dán nyelvre tolmácsot. Tehát ami nekem nagyon-nagyon tetszett az itthoni konferenciában, az az volt, hogy egy-egy idősávban három előadás közül lehetett választani. Tehát, hogy tényleg az ember maga elé vette ezt a menüsort, és én is azt csináltam, hogy így kiválogattam, hogy ez is, ez is. Bocsánat, egy gondolat, ez is a római modell alapján, csak Rómában a bőség zavara volt, mert ott egy idősárban 7 előadás volt, és gondolom, ezt inkább szűkítsük le háromra. Igen, de egyébként ez a három, ez szerintem teljesen jó, még így is néha azt éreztem, hogy egyszerre két helyen szeretnék lenni. Én is egyébként, igen. De nálam mondjuk az megkönnyítette a dolgot, hogy én a kötözést nem annyira érzem szívemhez közelinek, tehát hogy azok nekem alapból kiestek, és akkor a többi közül vállaltam, hogy mit szeretnék. Igyekszünk úgy, hogy egy idősában egyszerre több téma legyen, tehát igen. Mondjuk, ha valakit pont a kötözés érdekel, akkor legyen egy kötözés is, de ha valakit mondjuk az nem, de mondjuk a korbácsolás igen, akkor legyen egy olyan is. Hova pozícionod a magyar BDS-re, mert a nemzetközi palettán szerinted mi a helyünk? Pont ezen a filmvetítés, amit említett a Zsóka, Dogs Don't Wear Pants, és utána 10 percünk volt a Toldi moziban, tehát kérdezett tőlem 2 a szervező és 2 a közönség. És az egyik közönség kérdés, hogy a filmről kellett volna kérdezni, de hát nem sikerült a filmről kérdezni, de egyik az pont ez volt, hogy a magyar BDSM az hol van. És mondta, hogy hát szerintem közép-kelet-európai régióban, az én ismereteim és a FetLife adatai alapján, mert hogy ott meg tudod nézni a világszerte, Zsóka is mondta, hogy hol mennyi van. A románok és a lengyelek után a kelet-közép-európai régióba, ha most Svájcot inkább a nyugathoz sorolom, akkor mi vagyunk a harmadikok események számában a résztvevők tekintete. Szerintem ezt érdemes regionálisan nézni, és nem azt mondani, hogy mer Berlinbe, vagy mer Los Angelesbe. Nem. Régión belül igenis mondjuk hozzánk képest, és nem bántásból, hanem az most tényszerűen a szlovákok, vagy a horvátok, vagy a kik vannak még itt, a szlovének, tehát voltunk a barátnőmmel Szlovéniában, találkoztunk egy helyi sráccal, azt mondta, hogy Ljubljanában szokott lenni ilyen privát buli, de hogy azon kívül se mancs, se ilyen hivatalos playparty, és most meghívtak a horvátok,
engem, és nem nagy zaj, tényleg ők hívtak meg, hogy menjek nekik segíteni abban, hogy hogy tudják ők bővíteni a helyi közösséget. Úgyhogy szerintem a magyar BDSM regionálisan és országunk méretét tekintve, mert ha megnézzük a lengyelek is, meg a románok is hatalmasak hozzánk képest, szerintem nagyon jól teljesít a semmi átvallás, a magyar BDSM jobban teljesít. Így van. Köszönjük szépen. Na de ugye szerveztek bulikat, szerveztek eseményeket, igen, és például te abszolút kiteszed magad a kirakatba, az ablakba. Ez jellemző egyébként, hogy előállnak, vagy a nyilvánosság élére állnak azok, akik a BDSM-ben vannak? Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek személyes döntése, ugye mondjuk nem akarja elveszíteni a munkáját, stb. A zsókad, ez, hogy nyilván ő is meg fogja erősíteni, ő fölvállalja magát, igen ám, de én ott látom a problémát, és megint csak nyersen őszinte leszek, hogy az esemény szervezők, akik vannak Magyarországon, szerintem nekik igenis kutya kötelességük lenne az, hogy ők fölvállalják magukat, keressék a kapcsolódási pontokat a médiával, stb. Mert hogyha valaki megnézi a média megjelenéseit a különböző hazai szervezőknek, akkor az, szerintem az én megjelenéseim aránytalanul magasak lesznek, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy én milyen jó vagyok, hanem azt jelenti, hogy a többiek ezzel úgy vannak, én így látom, hogy Dani kikaparja a gesztenyét, és majd mi ezt a gesztenyét jól meglovagoljuk, hogy ilyen képzavarra éljek, mert hisz akkor erre lehet hivatkozni, hogyha esetleg mondjuk meg is említeném a konkurenseknek a nevét, de most őszintén is megmondom, én ebben belefáradtam, és nem vagyok hajlandó másoknak kikaparni a gesztenyét. Tehát a BDSM események, BDSM fétis események számú mondjuk 2017-18-hoz képest körülbelül megduplázódott. Ezzel szemben a húsvér közösségben aktív emberek aránya szerintem 10-20%-kal nőtt. És ez megint csak azért problematikus, mert egyik kedvenc mondat, hogy mindenki hozzon magával még egy embert. Ezt komolyan szoktam idézni, hogyha ez működne a mi közösségünkben is, akkor nem lenne baj, hogy ennyire sok esemény van, de hogy ennyire sok esemény van, és csak 10-20%-kal, ha ez igaz ez a szám, amit én gondolok, nőtt a résztvevők száma, akkor igenis azt tapasztalható, amit én érzek, hogy elmegyünk egy BDSM-be, egy fétisbuliba, és azt kérdezik tőlem, mert hát ugye, mint egy korábbi interjútból kiderül, én vagyok a BDSM Soros Györgye. Szimáda vagyok, ez a kifejezést, igen. Ez ilyen önmeg nemzet irónia, mindegy, nem menjünk bele. Hogy Danikám, vagy Gyurikám, ahogy tetszik, Gyuri bácsi, miért vagyunk itt ilyen kevesen? És akkor szimpla matek, mert egy ember egy hónapban kettőnél több BDSM esemény ritkán megy le. Mondjuk a Zsóka lehet, hogy lehet, vagy lehet, nekem én is csak... Nekem gondolatom, hogy lehet, én is nem megyek, de igenis egy átlag ember, egy átlag BDSM-es ember egy, esetleg két eseménynél többre Nem fog elmenni, ebből adódóan, hogyha van olyan hónap, amikor 6, de van olyan hónap, amikor 10 BDSM esemény van. Ilyen akkor... a Magyarországon? Hát pont egyébként a mostani hónap az, amikor... Akkor átadom a szót, hogy van-e. Köszönöm, igen. Ezt nem volt teljesen döbbenet, hogy 10 rendezvény és el tudott menni februárban? Nem tudom, hogy pontosan 10 esemény volt-e, de azt tudom, hogy most már ez az a hónap, amikor én sem megyek el mindenre, pedig én, amióta csatlakoztam ehhez a szubkultúrához, mindenhol igyekeztem ott lenni tényleg. Ez egyébként az egyik olyan pont, ahol Danival már többször volt, nem azt mondom, eszmecserénk, én úgy gondolom, hogy ha minél több esemény van, ez egy bizonyos pontig jó, Dani szerint ez a pont már rég elérkezett, én úgy gondolom viszont, hogy ha van 8 esemény, és kiválasztja az ember azt a 4-et mondjuk, amire szeretne menni, nézzük egy 2 hónapos időintervallumot, akkor lehet, hogy az a 4 esemény fog fennmaradni, és versenyhelyzetet teremt, és amit az emberek legtöbben választanak, aminek legjobb a marketingje, ahol a legjobb a zene, igen, tehát én abszolút így gondolom, hogy amit a piac eldönt, és ezt Daninak is megmondtam, hogy ha olyan esemény lesz, hogy
az ő bulija lesz, és egy másik buli is lesz aznap este, én azt megmondom, hogy arra a bulira fogok menni, amit ő szervezett, viszont én elmegyek a többire is, mert érdekel, mert szeretek ott lenni, szeretek embereket ismerkedni. Feltérképezed a többieket, feltérképezed a többit is. Nem feltérképezés, mert én nem vagyok a buliknak a szervezője, hanem én... Csak simán kíváncsi vagy, mint résztvevő kíváncsi vagyok rá. Lehet, hogy ha nem személyesen ismersz valakit a bulidon, nem fog érdekelni, hanem az fog érdekelni, hogy lejjön a Dani buliba, és legyen jó az előadás, legyen jó a hangulat, legyen jó a zene. Mert ő benned mondjuk 10%-ban látja az embert, és 90%-ban pedig azt, hogy szervezel valamit. De ott már nagyon fogdosol valamit. Mert nem jött egy üres kézzel egyébként, de eljöttetek üres kézzel, hoztál nekem egy ilyen füzetet, ami az a cím, aminek az a címe, hogy Utikalausz szexhuncutoknak, ugye ez a kinky, a gyönyörű szép fordítás, amit mondtál. Mesélsz erről a füzetről egy picit, hogy mi ez, hogy készül? Az lenne ennek a lényege, az első fele az a magyar BDSM-nek állít görbetükröt, tehát az úgynevezett magyar BDSM regék. A második felében pedig a kötetnek szemelvények vannak a nemzetközi BDSM és fétis történetéből, például Columbus Kristóf és a természetes latex kapcsolata, vagy Herkules, mint Travi filmek és BDSM, egyetemek és BDSM, mert hogy még a CEUN is volt többek között hivatalos BDSM klub. Van a világon nem tudom hány egyetem, főleg Amerikában, illetve Távol-Keleten és Nyugat-Európában, ahol az egyetemek által fenntartott BDSM klub működik. Azért is ilyen rövid, mert úgy érzem, hogy a modern olvasói igény az az, hogy rövid legyen, tömör és lényegre törő, ezért vannak benne illusztrációk is, tehát ez egy felnőtt mesekönyv, de nincsenek benne explicit erotikus tartalma, tehát el van takarva minden olyan, aminek el kell lennie takarva. Kinek szól ez a füzet? Kinek írtad? Magyar célközönségnek írtam. Ez mindenképp olyanoknak írtam, és ezt például a barátnőmet többen megerősítették, hogy az SM Pixi nevű magyar oldalt használják. De hát én szerettem a BDSM-nek a történelmét is, ami sok embert viszont nem érdekel. És akkor ezt hogy oldjuk meg? Hát úgy oldjuk meg, hogy legyenek akkor ilyen ízes, szagos példák röviden. Tehát például az, hogy a második Vilmos német császár nem vetette meg a férfiakat, de azt se vetette meg, hogy kardlappal elverje őket, miközben balerina ruhában vannak. Na ez már lehet, hogy erre valaki, ez izgalmas. Még akkor is, ha meleg, akkor is, ha nem meleg. És akkor még egy érdekes adalékot elmondanék. Nagyon figyeltem arra, hogy ne 50 darab írás legyen benne, mert ő szürke, mert árnyalta. De most jön be az, hogy most jön be az, hogy bölcsész vagyok, és elszámolta, úgy számolta, hogy 49. Ne. És utána megszámolt 50, de azt mondta, hogy akkor ez egy isteni jel volt, én így hagyom, én ennyit akartam, itt ért véget az ihlet, én ehhez nem fogok se elvenni, se hozzátenni. Úgyhogy csak kijött az 50, amit nem akartam, és ez tényleg, ha valaki esetleg elolvassa, akkor az utószóban erről viszonylag hosszan írok. Magamhoz képest röviden. Gyönyörű keretes szerkezet, ott szürkével kezdtük, és a szürkével is fejezzük be. Arról meséltek egy picit, hogy milyen közelgő események várhatok mondjuk február-március-áprilisig. Március 7-én lesz ugye ez egy szombati nap, egy Dani buli. Tehát ehhez lehet csatlakozni. Ez az óvóhelyen lesz, de az SM Pixen egyébként minden részlet fenn van róla, az is, hogy milyen workshop lesz a buli előtt. Ez a közelebbi, és utána pedig egyébként egy eléggé nagy nap lesz, hogyha azt lehet mondani, március 14-én, szintén egy ilyen nemzeti hétvégére gondolom, de ez biztos, hogy véletlen. Indítottunk ugye Dani szervezte, és ő hozott össze egy társaságot, akikkel egy ilyen Blue Velvet elnevezéssel BDSM fétis alap, jelenleg alap tréninget fogunk elkezdeni. Ez úgy fog kinézni, hogy 4 szombaton keresztül, nem egymás után következő szombatokon, tehát 2 hetente nagyjából szombatokon, 3-szor másfél órában fogunk lefedni olyan témákat. Egy nap háromszor másfél óra, tehát hogy azért szerintem elég intenzív lesz olyan témákat, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki biztonságosan és legyen egy alapja a BDSM-ben. Tehát, hogy mi a BDSM, a kommunikáció és annak a fontossága, ugye a nonverbális, verbális, tehát mindenféle kommunikáció, az utógondozás, utógondoskodás, utógondoskodás,
nagyon sok minden van, ami nekem angolul... Igen, az aftercare, utógondoskodás, akkor kreatív mozgáskorlátozás, nem kötözés, tehát ezt szeretném kiemelni, meg egyébként ezt beszéltük is, amikor a tematikát összehoztuk, hogy ez nem egy sibari, és nem egy kötözés sakolyam, ez egy külön műfaj. A kötözés külön műfaj. Ez egy teljesen más dolog lesz, lesznek az ütőgetős, vagy ütlegelős játékok. Igen, ezt én fordított, egy impact play, most az... Ez a magyarosítás ez a 19. század óta minimum probléma. De értem a dilemmát, tényleg, ugye a magyar közönségben magyarul szeretőket hallgatni. Igen, hallgatnék. És akkor azt sem mondod azt, hogy fenekelés, mert nem csak a fenekét. Igen, ez hogy, tágabb annál. Igen, meg nem csak ütögetet, hanem mindenféle másit csinálsz vele. Mondtad, hogy fájdalomokozós, de az se igaz, mert a csipesz is fájdalmat okoz, és az nem ez. Igen, tehát lesz egy olyan nap, amikor ennek lesz a kivesézése. Ugye pszichoszadizmus, szerepjáték, fétisek, anális játékok, tehát hogy igazából tényleg egy ilyen alapcsomag. Úgyhogy ez március 14-én fog kezdődni. Aha. Ez az első turnus. Ez az első Magyarországon, az első ilyen oktatásos? Ilyen általános, igen, tehát volt már úgynevezett domina tanfolyam, abból volt kettő, és volt egy úgymond, ha jól értelmezem, háziasszonyoknak, mert azt egy celebritás tartotta, tehát abból gondolom, hogy az köznapi volt, illetve volt egy BDSM-ben által érintett két hölgy is tartott domináknak képzést, arról viszont semmilyen visszajelzés nem érkezett legalábbis hozzám, úgyhogy nem tudom, hogy milyen volt, de tudtam, hogy ilyen általános BDSM és fétis képzés, ami azt mondja, hogy ez, és nem csak dominák, nem csak nőknek, és nem csak dominásoknak, hanem bárkinek, akit érdekel, a legjobb tudomásunk szerint, de hát volt, mi nem tudunk róla, hogy lett volna ilyen. És a tavalyi októberi rendezvényhez hasonló nagyszabású rendezvény tavasszal vagy ősszel várható, ugye? Április 17-18, akkor lesz a Luxúria és a Freedom Fetish, vagyis időpontba fordítva Freedom Fetish lesz pénteken, és a Luxúria Party pedig szombaton. És ősszel megcsinált szintén a következő konferenciát? Igen, erre egyébként nagyon büszke vagyok, hogy nálunk a konferencia szervezése az mindig már egyből, kb. Egy héttel utána elindul. Olyannyira lesz, hogy már vissza kell utasítani külföldi előadó jelölteket. Tehát például egy olaszt, több amerikait már vissza kellett utasítanom, mert már betelt az előadói létszámunk novemberre. Mert ugye ez a FetLife erre is jó, tehát felrakom oda például, hogy egy hónapja felraktam, hogy keresünk előadókat, mert még kellett pár előadó. És Amerikából ugye ez egy kuriózum. És Amerikából jött vagy 8-10 megkeresés, plusz ugye egyéb nyugat-európai országokból is, és mondom, már ott tartunk, hogy tel vagyunk novemberre, illetve tanulva az előző évekből vannak úgynevezett backup előadók, hogyha esetleg valaki visszamondaná, de az mondjuk inkább európai, mert nyilván Amerikában sokkal nehezebb megmozgósítani, úgyhogy annyira jól állunk, lekopogom, hogy novemberre már elvileg megvan az összes előadónk, és ugyanezzel a te Zsóka is említett tematikával, hogy egy idősávban 3 előadás, de egy nap 4-5 periódus, plusz este buli, ezt most novemberben magyarul a King meséi, angolul The Fables of King, az 5. magyar BDSM. Egyébként szerintem még talán az is érdekes, ugye mondtam, hogy nem annyira régen csatlakoztam be ilyen aktívan ebbe a társaságba, hogy az őszi konferencián azért tudnak eléggé specifikus előadások lenni. Tehát amikor például egy korbácsolás technikai haladó óráról van szó, és mondjuk ott van egy elektromos korbács is, és különböző két korbáccsal, és ez az, és volt olyan ember, aki ott ült mellettem, és azt mondta, hogy hát, hogy ő még egy darab korbáccsal se, és hogy hogyan. És egyébként akkor is mondtam Daninak, hogy tényleg ez az alap dolog, tehát hogy ez a hiányérzet bennem is megvolt, meg másokban is megvolt, hogy tényleg legyen az alapoktól kezdve, és hogy ne az legyen, hogy mondjuk valaki eljön a konferenciára, és akkor tényleg nagyon-nagyon érdekes dolgokat láthat, de teljesen kezdő dolgokat
Ugye nem lehet mindenkinek megfelelni. Persze. Viszont, mivel ez már az ötödik konferencia, és hogy említettem az izraeli úriembert, nincs egyedül, nagyon sokan vannak, mint Izraelből, Amerikából, Hollandiából, akik visszajáró vendégek. Ezért igyekszünk arra odafigyelni, hogy ezt a Zsóka mondott, hogy legyenek a kezdőknek is órák. De egy visszajáró vendégek és a folyamatos fejlődés véget, én igyekszem olyan órákat is válogatni, például most lesz egy olyan óra, hogy The Beat Goes On, erre gondoltál? De vagy te is elmondhatod, akkor The Beat Goes On, amit egy Florida Dom nevű, nevében is benne, hogy a floridai származású domináns, meleg egyébként úriember két szolgájával jön fog csinálni, amit volt 10 órája, és az egyiket kiválasztott, vagy hármat választottam ki, de Beat Goes On az arról szól, hogy a BDSM dinamikát és a zenét hogyan hangoljuk össze. Ez szerintem alapvetően egy haladó dolog, hiszen ha már megy a BDSM, akkor hozzáteszed a zenét, de ugyanakkor mondhatod azt is, hogy ez az alap, egy alap dolog is lehet, hiszen meg tudja adni az egésznek az ütemét, hangulatát. Te melyik? Én a punci és parok kínzásos dologra, tehát hogy annak is egyébként ez a Blue Velvet-es alaptanfolyam nagyon jó lehet, aki szeretné tényleg megalapozni, és őszre felhozni magát egy szintre, hogy be tudja fogadni már az arra kiváló, de a konferencia az egy ilyen vegyes felvágott. Persze, tehát nem azt akartam, hogy a konferencia jó, csak jó, olyan van. Jó, jó. A tavalyi konferencia teltházzal futott, ugye? Csak előre lehet regisztrálni, de ami biztos, hogy minimum 214-en voltunk 23 országból, Írországtól elkezdve, Hollandián, Belgiumon, Svédországon, Dánián át, Izraelig, de Szerbia, Szlovénia, Horvátország, Bulgária, Románia. És az idei helyszín és fizikai körülmények hasonlók lesznek, vagy gondolkozol a bővülésen? Igen. Hasonló lesz, annyiban, hogy ideig a vörös lyukban voltunk, most viszont a kék lyukban leszünk, ahova egy 50-100, kb. 50-100 fővel több fér be. Tehát azt mutatják a számaink, hogy körülbelül éves szinten egy 10-20%-os növekedés várható az eddigi a konferencia létszámba, úgyhogy ezért most a kék lyukra gondoltunk, ami be ezt még tudja abszolválni. Viszont ez a helyszín nagyon jó, korrektek is, nem akarnak lehúzni, ami máshol azért sajnos előfordult, és az embereknek meg nagyon tetszik, mert jók az árak egyfelől, tehát most az, hogy egy sör mennyibe kerül, vagy egy kóla, vagy mit tudom én, és nagyon ilyen dungeon, most ez megint magyarul kínzókamra, de nem hangzik olyan jól, ugye? Nem tudom, dungeon, maradjuk a dungeonnel. Pincelabirintus. És ennek olyan BDSM-es hangulata van, eleve a félhomály és a többi. A beszélgetés zárásaként arra még válaszolnátok, kérlek, hogyha valaki érdeklődik, akkor hol lehet titeket megtalálni, van-e honlapotok, Facebook csoportotok, bármilyen elérhetőségetek? A konferenciának van weblapja, ez a hunbdsm.con.eu, ennel mint Nándor, tehát con, nem com.com, na mindegy. Facebookon el tudtok úgy érni, egy van belőlem összesen, hogy Daniel Benjamin Ferencöző, tehát angolosan. Ezt is kiírom ide. Köszönöm szépen. Engem Ruziska Zsókának hívnak, Ruzi-i-csékkel. Rendszer, tehát 33 éve alatt már szerintem 25 féleképpen leírtak a vezetéket. Hello! Egyébként művésznéven Lady Lisbeth, ezt is egyébként a Blue Velvet oldalán is megtaláljátok. Hogyha valaki szeretne tőlem kérdezni, nagyon szívesen válaszolok, lehet, hogy egy vagy két nap, vagy három napon belül, és mondja meg, hogy mit szeretne. Tehát, hogyha egy klasszikusan naplementés, teljesen láthatatlan profil bejelöl, nem fogom kitörölni, megkérdezem, hogy minek köszönhetem a jelölést, és hogyha annyi a válasz, hogy szia, feldobott a Facebook, akkor azzal nem tudok mit kezdeni. Tehát akár itt, akár SMPX-in, vagy FetLife-on is a Lady Lisbeth néven megtaláltok, úgyhogy nyugodtan. Kedves olvasók, ezzel zárjuk a mai beszélgetést, hogyha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyetek fel Daniának vagy Zsókának. Köszönjük, hogy megnéztétek, nyugodtan adjatok visszajelzést egyébként kommentben, vagy kérdésben, vagy e-mailben bárhogy, és ne féljétek megélni a BDSM életeket, és mondom, ha bármi kérdés van, akkor a szakértőkhöz fordulhatok. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!